Gyülekeznek a 10. Rotary Tourist Trophy résztvevői. A versenyzők már megkapták az itinert és az uzsonnás csomagokat, így minden adott volt ahhoz, hogy elkezdődjön a változatos, programokkal teli nap, melynek során Baranya településeit, kulturális értékeit és természeti szépségeit ismerhették meg a georalisok. Várjuk, mert azt mondják, hogy nagyon jó buli, úgyhogy remélem, hogy jól érezzük magunkat ismét. Az itinert megkaptuk, én jó magam még nem néztem át, mert tegnap nem tudtam részt venni az előzetesen. Kollégáim fölkészültek. Először veszünk részt ezen a versenyen, hasonlóan már mind a ketten külön-külön játszottunk, illetve végigmentünk. Nagyon nem néztük meg, mert hogyha rákészülünk, akkor nem fogja ugyanazt az élményt adni, mint hogyha meglepetésként ér minket. Én fogok vezetni, és a barátom fogja az iránymutatást adni. Az idei versenyt is jótékony céllal szervezte meg a Rotary Klub Kozár Misleny. Az utóbbi években a krónikus légzőszervi megbetegedésben szenvedő, valamint a hátrányos helyzetű cukorbeteg gyerekeknek segítettek. Tavaly a COVID-járvány okozta krízis helyzet kezelésében vettek részt. Idén pedig a PTS Szülészeti Klinika neonatális intenzív centruma részére légzésfigyelő monitort ajándékoztak. Évről évre visszamenőleg megrendezzük ezt a Rotary Tourist Trophy nevű autós jótékonysági versenyt. A mai nap innen van az indulás, körülbelül 240 kilométert fognak a versenyzők levezetni egy déli megállóval, és este fogunk beérkezni a kultúrházhoz. Másfél éve körülbelül felvettük a kapcsolatot a Pécsi Tudományegyetem szülészeti klinikájának a koraszülőt osztályával, és tavaly évben is őket támogattuk, vásároltunk az osztálynak egy légzésfigyelő monitort. Ebben az évben is az a szándékunk, illetőleg az a megegyezés a klinikával, hogy az idén is fogunk egy ilyen igen magas műszaki színvonalat képviselő légzésfigyelő monitort vásárolni. A 240 kilométer alatt szép környezetben változatos próbák várták a résztvevőket. A szervezők nem csak a versenyzők tájékozódó képességét, hanem ügyességét, találékonyságát, gyorsaságát és memóriáját is próbára tevő feladatokat állítottak össze. Az eredményhirdetés előtt átadták az idei Rotary tanulmányi díjat is. A 2009-ben alapított 100 000 forint értékű elismerést azoknak a kozármislenyi vagy erős kozármislenyi kötődésű középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak ítélik oda, akik kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett országos vagy nemzetközi versenyeken jól szerepeltek, esetleg kiemelkedő kutatómunkát végeztek. Idén ketten is megkapták a díjat, ők Köves Rebeka és Merling Fruzsina. Az eredményhirdetésről pedig senki sem ment el üres kézzel. Minden csapat érmet kapott, valamint több mint 20 kategóriában hirdettek győztest. Az abszolút verseny második helyezettje a Hara család lett, akiknél a mezőny egyik legfiatalabb résztvevője volt a navigátor. Nekem egyik labdás játék volt a kedvenc feladatom. Így kellett gurítani egy labdát egy fabothoz, és aki a legközelebb gurítja, az nyer. Hát egyébként nagyon jó volt, de kicsit fárasztó volt. Az abszolút bajnok az FFKFT egyik csapata lett. Nekem a kedvenc feladatom mindig, amikor időre kellett egy távot megtenni. A legnehezebb feladat, hát nem is tudom. Sok nehéz feladat volt, amikor azokat a golyókat kellett talán átjuttatni a nyíláson. Lehet, hogy az volt. Én már voltam, azt hiszem, hogy kettőször. Akkor nem sofőrként, hanem csak csapattagként. Nekem mindegyik a kedvenc feladatom volt, és pompás volt a nap is. Köszönöm a Zoltánnak, hogy együtt nevezhettem, illetve meghívtak ebbe a csapatba. Kísérő voltam, egy-két feladatban szálltam csak be, de már talán nem is emlékszem. Nyilasztam, fociztam, gyönyörű szép volt, igen. Még beszéltünk is róla, hogy teli találat, így van, ez a helyes kifejezés. A Rotary Klub Kozár Misleny célja, hogy további eszközök adományozásával hozzájáruljanak a neonatális intenzív centrum működési feltételeinek javításához. A 10. Rotary Tourist Trophy résztvevői és támogatói e cél megvalósításához, valamint tehetséges kozármislenyi fiatalok tanulmányainak támogatásához nyújtanak segítséget.